Mit üzen a fügefa? Először nézzük meg, hogy ősszel milyen a fügefa. Már egészen elsárgultak a levelei. Látjátok? Hozzáértem, és már le is esik. Szép lassan minden levelét le fogja hullajtani, és teljesen kopasz lesz. Télen pedig pihen a fügefa. Erőt gyűjt, hogy tavasszal majd újra kihajthasson. Gyerekek, nézzétek csak, kihajtott a fügefa. De örülök neki. Tudjátok, mi jut erről eszembe? Jézus azt mondta, hogy ha látjuk, hogy a fügefa zsendül, és az ága levelet hajt, abból tudhatjuk, hogy közeledik a nyár. Jaj, de jó. Úgy látszik, közel van a nyár. Ahogy a nyár közelettét jelzi a fügefa zsendülése, ugyanúgy Jézus visszajövetelének is lesznek előjelei. Az egyik ilyen előjel, hogy a Föld minden országában a világ összes népének hirdetni fogják az evangéliumot. Amikor mindenkihez eljut az örömhír, hogy Jézus, az Isten fia meghalt helyettünk, és újra él, akkor jön el az ő visszajövetelének a napja. Akkor majd úgy jön el, mint a dicsőség királya, és az uraknak az ura. Igazságot és békességet hoz az egész világnak. 3 hét elteltével már ilyen gyönyörű szép nagyok a fügének a levelei, meg a fügék is. Nézzétek csak, milyen nagyok. Még nagyon kemény, de már egész szép nagy. Ott az első érett füge. Úgy látszik itt a nyár. Meg is kóstoljuk. Nagyon finom.